Halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy ti is alkotassatok saját véleményeket. Ne felejtjétek a lényeget, jót kell venni pirosba, nem rossz zöldet, magasba. Kezdjük is a Mester 3-assal, lájkoljatok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára. Aki még újjannak, ajánlom, hogy olvass el a videók alatti leírás, nagyon sok hasznos információt fog találni benne. Többek között azt is, hogy kezdőknek, kriptóra, befektetőknek, Bitcoin hírek kereskedőknek, kriptofólió Hungary. És akkor nézzük is. Világgazdasági és kriptohírek azt mondja, hogy Euronews-on mi minden jött. Putyin azt mondja, hogy a nyugat válságba taszítja a világot. Neki meg persze semmi köze hozzá. Hangsúlyozom, hogy a felelősség teljes mértékben a nyugati országok elitjét terheli. Készek arra, hogy feláldozzák a világ többi részét a globális dominanciájuk megtartása érdekében. Totálisan igaza van, ezt csinálják, kihasználják, ugyebár rabszolga bolygót tartanak fenn, meg vannak a rabszolga országok, és akkor azokat zsákmányolja ki a nyugat. Na, emellett Putyin akkor ugyanezt csinálná, csak ő mellette még börtönbe is zárna mindenkit, aki nem hiszi el a propagandáját, úgyhogy ennyivel rosszabb, ugyebár mind a kettő rablógyilkos, csak a nyugaton szólásszabadság van, keleten meg nincs. Jó, és akkor a gabona is mondja, hogy jó, rengeteg gabonájuk lesz, meg minden egyéb az oroszoknak, de mellette meg az EU segíteni az ukrán gabona exportot, mert ott meg nem hagyják, hogy Ukrajnából kiszállítsák a gabonát, fogják a kikötőket az oroszok. Az Európai Bizottság megoldást keres arra, hogy Ukrajnából kivihessék a gabonát. A háború miatt ugyanis az export bezuhant, miközben több afrikai és közel-keleti országban éhínséget okozhat a hiány. A legnagyobb gondot a Fekete-tengeri kikötők orosz blokkádja jelenti. Az Európai Bizottság azt kéri a piaci szereplőktől, hogy küldjenek kamionokat, illetve vasúti szerelvényeket azért, hogy felgyorsítsák a szállítást. Csak hogy ne olyan egyszerű vasúti szerelvényeket küldeni, mert hogy... A szállítást nehezíti az, hogy Ukrajna vasúti hálózata nem kompatibilis az európai rendszerrel. Azonban... Úgyhogy, ja... Ezek vannak, nézzük tovább. És akkor itt mondják is, hogy még áradások, meg áramkimaradások is vannak Dél-Afrikába, és akkor a gazdaságok visszájára fog fordulni, meg akkor most élelmiszerhiány is lesz majd Afrikában. Tovább a G7 külügyminiszterei az élelmezési válságra próbálnak megoldást találni. A gabonára, amely emberek millióinak jelent élelmet, sürgős szükség van az afrikai és a közel-keleti országokban. Hát így van, legalábbis lenne, ha engedné Putyin, hogy kiszállítsák. Oroszország elzárta a Jamal gázvezetéket is. Németország, mivel érzékenyen érinti a Jamal vezeték leállítása, elítélte az orosz Gazprom döntését. Összességében el kell mondanunk, hogy a helyzet olyan mértékben romlott, hogy több helyen is valósággá vált a gáz és az olaj fegyverként való alkalmazása. Hát ez öngól, hát miért nem csináltatok már 20 éve ingyen energiát, mert gyűlölitek az ingyenne, hogy már ingyen legyen semmi a népnek, úgyhogy akkor most szivacs van. Azt mondja, hogy tovább már télen megszabadulhat az orosz földgáztól Németország. Ávek szerint teljesen függetlenedni akkor lehet, ha a tél kezdetéig teljesen feltöltik a tározókat. Működik legalább két LNG terminál, és ami a legfontosabb, a társadalom takarékoskodik az energiafelhasználással. LNG terminál, de a folyékony földgáz ilyen hajókon szállítják, ez az LNG. Liquid neutrál gáz. Jó, ez CNBC-n mi minden volt, azt mondja, hogy első körben érdekesség, de hőlég balonnal akarnak felküldeni itt hát atmoszférában, hogy félig nem az űrbe, de ameddig a hőlég balon felmegy, mert ugye már hőlég balonnal küldenek fel nem műholdakat, időjárás jelző szondákat, vagy minek hívják, azt na mindegy. Ja, azokat is, de most már embereket is ilyen dobozba akarnak itt felküldeni, és akkor így a hőlék ballon majd felviszi őket úgy a világűrnek a peremére. Mondják, hogy ez olcsó, mert hol is volt itt az alján, hogy ez 125 ezer, ha jól emlékszek, igen, hogyha űrhajóval akar felvenni az űrbe az ember, ezekkel a kapszulákkal meg csak 50 ezer lenne. Ilyen fölösleges dolgokra költik a gazdagok a pénzüket. Miközben a világ fele megéhezik, vagy lassan fog. Azt mondja, hogy
Egy szörnyű, hát a kiégésnek a ciklusa vezeti, sokan azért hagyják ott a munkahelyüket, meg kiégtek a cégnél. Tovább Erdogan itt nem akarja hagyni, hogy Svédország meg Finnország csatlakozzon a NATO-hoz, és itt is itt van a szivacs, ugyanúgy, ahogy nálunk a gazda. Ez ugyanúgy konszenzusos megegyezés, minden EU tagállamnak, vagy NATO tagállamnak jóvá kell hagynia, hogyha új tagot akarnak felvenni, azt akkor Erdogan fogja a törököknél, azt megvétózza az egészet, ugyebár nagy Putyin haver. Közben mennek csődbe, kb. 70%-os infláció van. Nézzük tovább. Ja, lehet, hogy azért ennyire Putyin párti, mert hogy a nyugatiaknak már úgyis elbaszták a pénzüket, akkor legyen Putyin, de hát Putyin meg börtönbe fogja zárni, meg fogja letni mindenkit, még amellett, hogy ellopja a pénzüket, úgyhogy nem tudom, miért gondolják világfele azt, hogy Putyin jobb. Azt mondja, hogy... Ja igen, JP azt mondja, Jerome Powell, hogy nem tudja garantálni, hogy finom lesz az a leérkezés, hogy lehet, hogy beborítja a gazdaságot, meg minden, ha próbálja megállítani az inflációt, hát az így is van. Azért nem is nagyon akarják megállítani. A kereskedők válaszokat keresnek a mértéktelen Wall Street eladások miatt, ami mondják is, hogy úgy tűnik, hogy teljesen eltávolodott a valóságtól. Ugyebár nem akarják annyira kamatlábot emelni, semmi, nem akarják szivatni a gazdagokat, meg a tőzsdét. Azt ezek csak tovább szakították már, ezért hetek óta csak eladnak. Úgyhogy teljesen közel nincs a valóság. Ez ugyanez, mint a Covid közben is, ugyebár ott lehet a legszebben elmutogatni, hogy a Covid-nál is ugyebár mindjárt gyorsan azt mondja, hogy mondjuk nézzünk egy Nasdaqot. Nasdaqnál itt volt, ugyebár itt jött nekünk a Covid innentől, mondjuk miért vagy már megint szürke pillanat. Innentől jött a Covid. Fátkáv, itt még az Omikronnal kezdték el itt tépázgatni, hát mondjuk itt kifújt már a Covid meg ilyenek. Na de az a lényeg, hogy ugyebár itt elindult, mondjuk vegyük az előtte levő állapotot, hogy hol tartott a Covid előtt a világpiac, és akkor hát a Covid közben ott a világgazdaság, az biztos, hogy nem erősödött, kirúgták az emberek 20%-át meg minden, de ha nagyon rendes akarok lenni, akkor tartotta magát egy szinten, ami szerintem brutális túlzás, inkább csökkent a világgazdaság, gyengült, mint hogy erősödött. Emellett, ahogy így gyengült az egész, amellett így nőttek meg a hagyományos tőzsdén a részvényárak. Tehát köze nincs a valósághoz az egésznek egyáltalán az égvilágon. Annyi, hogy itt rányomtattak még, itt ennyi pénzt még rányomtattak, a semmiből fedezet nélkül, és akkor annak a pénznek egy részét azt fogták, azt beletolták ide a tőzsdébe a buborékos pénzből. És akkor ezért ugye már köze nincs a valósághoz, a gazdasághoz semmi köze nem volt annak, ahogy itt az elmúlt években nőttek a tőzsdei részvény árfolyamok. Azt mondja, hogy pillanat, megnézem már, még mindig szürkére csinálja, vissza, menj már át fehérre nekem. Fehér, jó, na most akkor pillanat, és mindjárt térek vissza, jó, maradjon már itt vissza fehéren nekem. És akkor nézzük is tovább a híreket. Azt mondja, hogy igen, közel nincs a valósághoz, igen, amit a Wall Street-en csinálnak. Tovább a növekedési részvényeknek az értéke, azok még tovább csökkenhetnek a Citigroup-tól. Azt mondják, a Citigroup az a Rockefeller dinasztiái. Azt mondja, hogy Santoli azt mondja, hogy ez a piac csökkenő lépcsők fázisába lépett, hogy folyamatosan csökkenni fognak majd itt az árak. Szakad össze hosszú távon az egész. Itt még egyszer majd lesz a mérácsos lámpával a fején visszatükröződő fotós ember, vagy emberke, a Wall Street, jó lett ez a kép. Itt van a másik, a következő, itt sunyiban néz, megint ugyanúgy a képet lőttek, hogy mérács szerkezetű lámpának a fénye tükröződik a fején. És akkor mondják is, hogy a befektetési alapok közt vannak nyertesek és vesztesek. Ebbe a brutális technológia vezette eladásba, ugye pont a technológiát adják el, ami viszi előre az egész világot. Úgyhogy a nyertesek meg vesztesek egymás ellen, ezek kereskedők, ezek össze-vissza, tök mindegy, hogy jön a valóságba, egymást akarják csak megszivatni, a másiknak a pénzét akarják elszedni. Úgyhogy össze-vissza mozgatják az árakat. Tovább azt mondja, hogy itt is látszik, itt is mondják, hogy igen, már 6 napja csökken a Dow Jones, jó, minden ezért megállt, meg visszaindult péntek 13, hát szerintem azért is, hogy péntek 13 biztos arra számít, hogy na most akkor mindenki megijed, mert hát az emberek általában félnek a péntek 13-tól, én aztán egyáltalán nem félek a piaci áttekintésben, és ezért lilával írtam ki a péntek 13. A péntek 13-mal úgy vagyok, hogy van a tucat, és akkor a tucaton túl indul egy új sztori, ami a tucatba beragadt emberek, akik dobozba élnek, azoknak furcsa, és akkor jaj, nem szeretik, hogy egy 13.
Gazprom-ból jön valami újdonság, új korszak kezdődik. Na mindegy, én így állok, én aztán nem félek a péntek 13-tól, de mivel az egész világ meg az amerikák főleg félnek, így most tolták meg a piacot, remélem, hogy jövő hétre is kitart azért majd. És akkor ugyanígy mondják itt, aki a Morgan Stanley-től röhög az ember, hogy jaj, olyan jó, hogy annyi pénzt csinálunk most, hogy ugyebár, ha kell, hanem akkor adunk el mindent, össze-vissza manipuláljuk az árakat a hagyományos tőzsdén, tök jó, megszedjük magunkat, mert irreális a valóságtól full elrugaszkodottan kereskedünk. A nő meg mondja, hogy ő meg a másik oldal, hogy ők meg vesznek, mert hát csökkennek az árak, akkor venni kell. Úgyhogy egymás ellen szórakoznak ezek a nagy pénzesek, valóságtól full elrugaszkodottan szórakoztatják egymás másiknak hazugságokkal, el tudják lopni a pénzét. Azt mondja, hogy Bill Mirren azt mondja, hogy a piac egy új rezsimbe lépett be, új korszakba, és azt mondja, hogy a befektetőknek úgy kell viselkedniük, másképp kell viselkedniük, mint a 2020-as eladáskor, na most megint kell akkor egy árdiagram, hogy 2020-as eladás, itt szerintem itt arra gondolt az emberünk, hogy 2020-ban ugyebár itt 1, 2, 3, 4, 5 hétig, 5 hétig volt Covid, jól megért mindenki Covid, beszakadt 5 hét alatt a piac, utána meg végig nőtt felfelé, ha kellett, ha nem, semmi oka nem volt rá, akkor is nőtt a világgazdaság. Most szerintem arra utal az ember, hogy nem az, hogy 5 hét alatt leszakadunk, ahogy én is mondtam, hogy már itt az alja már lehet venni, és akkor utána megindul, hanem mert utána még jön tovább lefelé. Úgyhogy a másik meg ezt mondják el lépcsőzetesnek, hát meglátjuk. Viszont ami nekem tetszik, hogy már itt pattanásos szituációnál vagyunk. Jövöget most, ja, ha nem a hetit kell, hát a hetibe is úgy, ahogy, de itt látni még a napikba, hogy pattan vissza erről a piros vonalról most minden. Ott is. Jó, na mindegy, ezt majd a piaci áttekintésnél most annyira nem megyek bele. Vissza megint a Bitcoin, aztán meg a hírek. Jó, na gyerünk. 15, igen. Jó, úgyhogy egyszer Bill Miller is úgy megijedt, hogy nagyon, és akkor eladta valamennyi Bitcoinját is, mert marginkor ők is úgy látszik, még hitelt vettek fel a Bitcoinra, még pluszba, meg ilyenek. Úgyhogy valamennyit el kellett adnia, vagy ki likvidálták, vagy ilyesmi, azt nem írják konkrétan. De hosszú távon még bika mentalitással áll a kriptókhoz. Na és hogy már Bill Miller is, hogy mindenkit jól megijesztettek, a hitetlenek elkezdték eladogatni a kriptójukat, meg ráhúzták még a Terra Lunát is, hogy 35 alá, a két éves trendvonal alá beszakítsanak mindent. Ott is volt egy merénylet, és akkor most megjövünk felfelé, hogy mindenkit azért kiijesztettek. Itt még azért mondják, hogy ja, itt még vannak tovább, még valakik azt mondják, hogy eladunk még egy vesztes, mert a kripto összeomlás az oka ennek, összeomlottak a kripto. Hát úgy omlottak össze, hogy 40%-ot nőtt ma a kadéna. Úgyhogy ilyen szinten omlottak össze, meg Bitcoin, meg minden beindult, meg a világpiac beindult. Úgyhogy úgy látszik, a félőket, akiket meg lehetett ijeszteni, azokat már nagyon megijesztették, eladták a fenébe mindenüket. És akkor most, akkor zsiványkodnak rajta, most felvásárolják szarért, ugyér mindenkinek a cuccait, akiket kirémítettek a világpiacról. És jó, a törvényhozók nagyon idegesek a stabil kriptók miatt, mert hogy a Terra Luna összeomlott, hát a Terra Luna az egy algoritmikus stabil kriptó volt, a többi stabil kriptó miatt egyáltalán nem kell aggódni. Próbálják, hogy ezt is hát ha még lent tudnák tartani a kriptopiacot, de nincs itt az alja, úgyhogy végre remélem, most már tényleg egy 3 hétig húzni fogunk felfelé, meg tartja a hagyományos tőzsde is majd ezt a trendet. Amúgy is májusban szokott lenni az a mondás, hogy Sally me and go away, come back in October, azt szokták csinálni a tőzsdészek, hogy májusban mindent eladnak, elmennek nyaralni, azt októberben visszajönnek, akkor visszaveszik. Olyan május-október közt nem is szoktak, hogy kb. Hogy a nyáron variálgat fel, cikcakozik a piac. Októberről visszajönnek kb. Ugyanott körül, ahol május beladták, hogy vissza tudják venni, októbertől meg tolják megint tovább. Viszont most, igen, most, mivel november óta szakadunk, egész májusig szakadtunk, így most nem hiszem, hogy most mindenki el akarná adni, hát hol van most nyereséggel, nekik elvesztettek 2 éves hozamot, legalább 1 éveset, 1-2 éves hozamokat, melyik esetben mennyit, úgyhogy szerintem most pont nem az eladás, tehát ilyenkor vannak pár évente, van ilyen, hogy májusban nem adnak el, és akkor is vásárolnak, úgyhogy most pont azt az évet éljük szerintem. Tovább, igen, a Luna összeomlott nullára, igen, semmit nem ér, Bitcoin visszapattan, hogy ugye megyünk abba az irányba, és Luna összeomlott, és itt próbáltak ezzel riaszgatni, ugye már, jaj, a Tether is össze fog omlani, jaj, minden, jaj, ezt is megpróbálták azért, mert a Terra Lunát 3 billió dolláros eladással rászálltak, mert én lett 3-4 billióval betolták a földbe, a algoritmikus sztoria, a függvények áttérbe,
nem tudták megtartani az árat, megszűnt az egész, semmi nincs már Terra-Lunából. Viszont az UST azért az egy UST, meg az USDC, meg ezek a komolyabb stabil kriptók, azok mögött azért van fedezett egy ilyen 3 billiós merénylet, az nem nagyon viseli meg őket. Itt is volt egy nagyon gyorsan 3 billióval próbálták beszakítani a Terra-Lunát, semmi, visszaállt egy dollárra, úgyhogy hiába próbálnak ijeszgetni. Tovább a Bitcoin visszapattant 30 ezer fölé, ahogy a befektetők, igen, lenyelték, hogy a Terra Luna az beszakadt. De már jövünk vissza. Az USA kincstára, igen, hogy hívják már, államkötvények, USA államkötvények is megint csökkent a hozamunk, mert hogy a befektetők fogták, az visszatolt ma mindenki minden pénzt a hagyományos tőzsdével, beindult a világpiac. Aztán reméljük, hogy kitart beindulni, biztos, hogy beindul, de hogy kitart a jövő hét, remélem kitart, és akkor hátra vegyünk már egy pár hétig végre már felfelé. Tovább azt mondja, hogy a Robin Hoodnak, meg ezért Sam Bankman-Fried az FTX kripto tőzsdének ugyebár az igazgatója, 7,6%-kal beszállt, 7% részesedést vett a Robin Hoodból, úgyhogy a Robin Hoodnak meg is nőtt az ára 20%-kal. Jó, CNBC-n milyen hírek jöttek tegnap óta videó formájában. Azt mondja, de mennyi minden jött. A Tether a legnagyobb mutatója annak, hogy a kriptopiac stabilizálódni tud-e? Hát igen, stabilizálódott, és a Tether az nem engedi el az egy dollárt, az tényleg stabil kriptó. Azt mondja, hogy kripto összeomlásról beszélgettek, hát ez egy nagy ijesztés volt, szokásos, tavaly is volt ilyen, akkor az energiamarhaságukkal jöttek májusba. Azt mondja, hogy Bill Miller azt mondja, hogy semennyi bitcoint nem adtam el. Hát akkor úgy látszik, amire kamatot vett fel, vagy hitelt vett fel, és akkor beszakadt a likvidálási pont alá, akkor az likvidálta, akkor az elveszett neki, de amúgy nem adott el semmit. Na, akkor annyira nem szivatta meg magát. Jim Rogers is azt mondja, hogy a bitcoin az igen jó védelem az infláció ellen. Nagyon jól véd. Igen, a Terra összeesett, jó? A Tether az meg megtartotta az egy dollárt. Skybridge-től Scaramucci is azt mondja, hogy semmit nem adtunk el kriptoösszeomlás közben, hát így is kell, gyémántkéz, nem adunk el semmit, úgyhogy azért ők se buktak, akkor most meg vissza is tért a piac szépen. Jó, tovább kriptoösszeomlás megint. Hát igen, hát mit jelenthet a Terra Lunába fektetett cégek számára a Lunának az összeomlása? Hát ez hatalmas bukót, mint ahogy számunkra is, nekem is egy misi elúszott a Terra Lunába. Azt mondja, hogy a Coinbase-től mondják, a pénzügyi igazgató asszony, hogy navigálnak itt a kriptociklusok közt. Jó. Na, azt mondja, hogy nézzük tovább. Hol vagyok? Nem itt vagyok, hanem itt vagyok. Igen. Jött a kriptodán új hír, nagy összeomlás okai, írta itt Peti, végig lektoráltam itt ebéd közben. A bitcoint és a teljes kriptopiacot az elmúlt hónapokban erősen sújtotta a post-covid hatása és az elmúlt két hónapban kialakult háborús helyzet is, emellett a várvárt medve piacot elősegítette a lassan kibontakozó gazdasági világválság és a magas infláció. Úgyhogy erről is lehet olvasni, a végén még írtam itt izei ebéd közben neki, ahogy itt átnéztem a cikket, hogy utóirat a péntek 13-ai világválság, a péntek 13-ai világpiaci erősödés, ennek jó jele lehet, ha folytatódik a következő héten is, mert ezért azt írta, hogy általában a kriptopiacokra úgy általában érték, a piacokra vissza fog térni majd az élet, és akkor írtam rá, hogy ez a ma péntek 13, ez pont ennek lehet az indító pontja. Jó. Azt mondja, hogy mai főhír az ez lesz. Jó. Oké, amúgy is megyünk felfelé, dupla like. Azt mondja, hogy röviden, tömören. Az Arab Emirates légitársaság tervben a bitcoin fizetés bevezetése. És akkor igen, bitcoin is lehet majd fizetni a repülésért. Oké, és azt írják, hogy azután jött ez a hír, hogy bejelentették, hogy NFT-s és metaverzumos terveik is vannak, és a céljuk a metaverzummal is az, hogy biztosítsa a légitársaság az Arab Emirátusoknak a vízióját a kriptogazdasággal kapcsolatban. Ugye az arabok úgy bekriptósodtak, mint az állat, mindenhonnan ölelgetik jobbról, balról, veszik, hagyják jóvá a kriptotőzsdéket, hogy menjenek ezerrel a kriptotér irányába. Úgyhogy arabok csinálják a legjobban jelenleg az egész világban.
Oké, azt mondja, hogy jó, nézzük tovább. Warren Buffet, na jött még egyet hazudozni az ember, erre meg a másik írtam, hogy Warren Buffet nagy hazudozó, ugyebár. Azt hazudja a szájával, azt hazudja, hogy a kriptó hülyeség, közben a háttérbe a kezével, meg már be is fektetett 1 billió dollárt a kriptóba, miközben mindenkinek azt mondja, hogy senki ne vegyen, senki ne vegyen, senki ne vegyen, ma majd én jó, megtömöm a zsebemet. Ugyanezt csinálta az Apple-nél is, lehordta minden szarnak, mert azt se tudja az öreg ember már, hogy még a technológia merre fejlődik, meg fogalma sincs róla, nem volt Apple részvénye, látta, hogy atya úristen, mekkora biznisz az Apple részvény, mekkora, hogy ezé a jövő, és semmilyen nem volt, úgyhogy lehordta mindennek az Apple-t, és akkor amikor beszakadt a francba az Apple, akkor jól telepakolta a zsebét, mindenkinek volt, hogy hülyeség, nehogy vegyetek, jaj, nagyon szar, mikor letolta az árat, akkor meg jó bevásárolt, ugyanezt csinálja most megint kriptotérbe is. Warren Buffett-nek a befektetett a Nubankba, az az egyik legnagyobb digitális bank, latin-amerikai, dél-amerikai bank, akiknél már, akik elindították most már kriptokereskedelmet is, és még bitcoint is tettek a pénzügyi mérlegükre, még bitcoinbe is tartják a pénzüket a kincstárukba, és bitcoin Ethereum-mal kezdenek, 54 millió ügyfelük van, akik vehetnek, tarthatnak és adhatnak el kriptókat ugyanabba az applikációba, mint amiben a hagyományos banki dolgaikat intézik. És akkor már egy brazil reálér is lehet vásárolni. Az USA dollárba egy olyan, egy 5 dollár, 350, mondjuk 70 forintért is lehet már kriptót venni. Úgy csinálták meg a sztorit, nem kell nagy pénzekkel, kicsikkel is be lehet fektetni náluk. És akkor egyre több kriptót is fognak majd hozni, de jelenleg csak Bitcoin meg Ethereum van, továbbá oktatni is fogják az embereket, hogy hogy érdemes a kriptókkal kapcsolatban, hogy érdemes, mibe érdemes befektetni. És David Velez, a Nubanknak az alapítója úgy vélekedik, hogy kétségtelen, hogy a kriptók egy növekvő trendet mutatnak Latin-Amerikában, egy olyan trendet, amit már régóta közelről követünk, és úgy hisszük, hogy ennek nagyon nagy átalakító hatása lesz a teljes régióban, nagyon nagy átalakulást fog előidézni, és akkor vettek a kincstárukba is bitcoin, 1%-a az összes pénzüknek, a bank összes pénzének az most már bitcoinban van, ugye már ez a legfontosabb, elég, hogyha ennyit, ha 1%-ot olyan pénzek vannak ezeknél az óriás cégeknél, ha mindig csak 1%-ot beletennem, már 100 000 fölött lenne a bitcoin. Nem is így kell fogalmazni, hanem úgy kell fogalmazni, hogy amikor végre már eljutunk arra a szintre, hogy nem csak egy-egy, hanem a világ tégének mondjuk a fele már mindenki legalább 1%-ért, nem az, hogy 10-ért, 1%-ért vásárol bitcoin, akkor rögtön 100-ra leszünk. És mondják, hogy ez a tranzakció, hogy befektettek bitcoinbe 1%-ot, ez is tükrözi a cégnek a meggyőződését, azzal kapcsolatban, hogy a jelenben is, a jövőben is mekkora potenciál van a bitcoinba, itt a latin-amerikai régió pénzügyi terében. És akkor Warren Buffet, a Berkshire Hathaway-t, ő is 1 billió dollárt már befektetett ebbe a kriptós digitális bankba. Habár ugyebár azt hazudja, hogy soha nem fog befektetni kriptókba, mert nem termelnek semmit mellett, tessék, itt van 1 billió dollárt, már szépen be is fektetett a háttérbe okosba. A trágyász is azt mondta ugyebár itt a múltkor, hogy a kriptók azok gonoszak és hülyeség, úgyhogy próbálnak hazudozni mindenfélét, miközben megtolják bele a pénzeket háttérbe, mert tudják, hogy ez a jövő ők is. Tovább, na Kiyosaki, már megint ő is, bírom az öreget, meg full respect, mert hát mondjuk nem full respect, mert azért ez irgalmatlan nagy zsivány, azért én egy pár tízat videót már megnéztem tőle, néha-néha elkotyintja itt a dolgait, az egyik az volt, hogy ó, ingyen van még a napfény, még azért is pénzt kérne, hogyha lehetne, akkor tenne valami szerkezetet a napfényelést, azért is pénzt kérne az emberektől, ő ennyire szinten mocskos kapitalista, azt legalább látja, hogy a kormány is. És akkor most azt hazudja, hogy jaj, ha a bitcoin majd eléri az alját, majd leesik 17 ezerre, akkor majd megint fogok venni. Majd új, de feltöltöm magam, rengeteg bitcoin fogok venni, ha leesik 17 ezerre. Soha nem fog több bitcoint venni. Egyszer vett 9 ezerért bitcoint, jól, akkor megtömte a zsebét, és akkor utána csak mindig, amikor szakad a bitcoin, akkor próbál ilyeneket mondani, amikor tavaly 30 ezerre szakadtunk, akkor mondta, hogy jaj, ha leesik 27-re, akkor veszek meg, inkább ha 24-re, ha 24-re leesik, akkor veszek. Akkor most, hogy lejöttünk már megint 30-re, jaj, most meg 20 akármennyire, most azt mondja, jaj, hogyha lejövök 17-re, akkor veszek, akkor veszek.
ugye egyet soha nem vett egyáltalán, tehát ő annyira, mert el is, másikba is elkotyintotta magát, a másik videóba is, őt aztán annyira nem érdekli ez hülyeség, ő csak hogy nőjön a pénz, azt majd eladja, azt vesz belőle más, tehát ő nem egy nagy bitcoinos, ő csak a sajátját félti, hogy nehogy a saját pénze az összeessen. Ja, azért mondja mindig, hogy nehogy aztán 9000-re lemenjen, amikor szakad a bitcoin, mindig mondja, hogy jaj, én majd veszek, tehát azt akarja mindenkinek mondani, hogy mindenki vegyen, vegyetek már, nehogy már leszakadjon annyira, ahol én vettem, tehát soha nem fog már 9000-re lemenni, annyira nem kéne félnie, de mindegy, úgyhogy jaj, ez nem bírom az öreget, de azért vannak ilyen zsivány mozdulatai neki is. Azt mondja, hogy igen, de nagyon nagy igazságokat tud egyébként, hogy a válságok a legjobb idők arra, hogy gazdaggá váljon az ember, ugyebár a válságok a gazdag csinálók. És akkor mondja, hogy a bitcoin azért fog nyerni, mert hogy három hülye irányítja kb. Itt a három ilyen báb irányítja az egész Amerikát. A első körben az elnök, ugyebár Joe Biden, második körben a kincstárnál Janet Yellen, harmadik kör meg a központi banknál Jerome Powell. És akkor mondja, hogy hát ez nem teljesen hazugság, csak olyan nem sok értelme van, hogy én megbízok a bitcoinba, nem úgy, mint ebbe a három bábba. De hát ő sem bízik meg a bitcoinban, mert elkotyintotta már, hogy ő majd el fogja adni, őt annyira nem érdekli, ő csak pénzt akar rajta csinálni. És akkor mondta ugyebár már azt is, hogy a legnagyobb buborék kirobbanása kipukkad majd lassan a lufi, a világ legnagyobb lufi, hát ebbe teljesen igaza van. És azt mondja, hogy a kormánya, a Wall Street-i tőzsde és az USA központi bankja azok a rablók, ez teljesen egyértelmű. És azt is mondja, hogy a hiperinfláció és a válság már itt van, ezt is látjuk. És mondja azt, hogy az USA dollár be fog szakadni, mert hogy Biden okozza az inflációt teljesen, ez is így van, hiába próbálja azt hazudni, hogy Putyin. És azt javasolja mindenkinek, hogy vegyen aranyat, ezüstöt, meg bitcoint, meg még Ethereumot, meg a Solanát is említette az utóbbi időkben. Tovább a Coinbase kockázati tőke befektetési ága támogat egy pán-afrikai kriptotőzsdét is, összességében 23 millió dollárt gyűjtöttek össze neki, nem csak a Coinbase, de többen is. És az afrikai kripto startup a Mara, úgy hívják. És ez azért olyan szempontból nagyon kemény lett, itt a végén jött ki a lényege az egésznek, hogy ők lesznek a tanácsadói a közép-afrikai köztársaságnak. És a Mara első körbe Kenyába, Nigériába és a környező régiókba fog elindulni, miközben bejelentették, hogy támogatják, partnerségre lépnek, összeálltak a közép-afrikai köztársasággal, és ők lesznek a hivatalos kriptopartnere az egész országnak, és ők fognak tanácsokat is adni a Dél-Afrikai Köztársaság elnökének a kriptostratégiákkal kapcsolatban, problémákkal, előretervezéssel, minden ilyesmivel kapcsolatban. És ugyebár azért nem gyenge hír, mert hogy a középen lehozták itt a hírek egy pár hete, hogy a Közép-Afrikai Köztársaság hivatalos fizetőeszközé akarja tenni a bitcoint. Úgyhogy lehet, hogy ők lesznek a második bitcoin ország, úgy tűnik. És akkor az IMF-nek persze nem tetszik, mert hát a fosztogató pénzügyi rendszerüket így nem fogja tudni fenntartani. Egyébként meg egy kis bökkenő van a dél-afrikai, a közép-afrikai köztársaságban, hogy még internet, meg mobiltelefon sem nagyon van az embereknek, úgyhogy így azért nehéz lesz a kriptókkal elindulni, de hát majd csak kialakul. Tovább, jaj, az Európa, fú, hát ez kemény volt ez a cikk. Az Európai Bizottság kételkedik az európai kriptofelügyeletnek a döntéseibe, a törvényjavaslataiba. Az Európai Kripto nem szövetség, hát felügyelet, ez a MiCA, Marketing Crypto Assets, azt mondják, hogy jaj, hát ők nagyon aggódnak a pénzmosás, meg a terrorista finanszírozás miatt. És akkor meg akarják tiltani, hogy a kriptocégek, olyan kriptocégek ne regisztrálhassanak, amik magas rizikói területeken vannak, országokba, vagy ahol nem jó az adózás, meg ilyesmi, hát ahol pénzmosások, offshore országok, meg ilyesmik, az ott lévő kriptocégek, azok ne regisztrálhassanak már. De mondják, hogy ilyen más törvényekben sehol nincs ilyen tiltás, és ez szembe menne a világkereskedelmi szervezetnek a szabályaival, mert hát ők meg nyíltan hagyják, hogy offshore országok legyenek, pénzmosó országok legyenek mindenfelé, a hagyományos pénzekbe is. Úgyhogy most itt fel vannak háborodva az európai
parlamentbe, hogy lehetne ezt vajon megtiltani. Nagyon nem tetszik neki, nem tudják, hogy hogy lehetne ezt az egészet megvalósítani. Én ha úgy mondják, hogy valószínűleg szükség sincs erre az egészre, de hogyha lenne is, akkor a hagyományos törvényeken is módosítani kéne, de azt ők meg nem akarják, mert ők pénzt akarnak most egy reggeltől estig. Hogy volt már a Pandóra papírok? Jaj, de jó volt az is egy fél éve, hogy a Pandóra iratok, ahogy kijöttek. Ott volt, hogy a politikusok a legnagyobb zsivány pénzmosó szemétládák az egész világon. Az is elült egy hétig, ment, azt utána elült, már senkit nem érdekel, hogy ők mossák a legtöbb pénzt. És ahogy a hagyományos pénzrendszerbe halálra mossák az összes pénzt, akkor azt mondják, hogy akkor miért lehetne ugyanez így a kriptotérbe is. És akkor legközelebb május 18-án fognak erről tárgyalni a két európai hivatal. Tovább az USA központi bankjától Gary Gensler mondja, hogy a kriptotőzsdék gyakran kereskednek a vevőik ellen, úgyhogy ott is van zsiványkodás a kriptotőzsdéken, mert hogy ők az eladók, ugyebár a fogyasztóik, az ügyfeleikkel szemben ők az eladók, és akkor a legnagyobb, amin aggodalmaskodik, az, hogy nem különítik el a pénzeket, ami a kriptotőzsdéknél, ami üzletre van, ami kereskedelemre van, ami megőrzésre van, és ami eladásra van, ez mindegybe van mosva a kriptotőzsdéken, és figyelmeztet erre, hogy ez rossz hatással lehet a vásárlók szempontjából. Coming link, hát ez pont az, hogy nem különítik el a pénzeket, és a befektetők pénzei összemosódnak a cégnek a pénzeivel, és az azért nem egy jó dolog. Ez a coming lingen csodálkoztam, hogy a coming, mondom, milyennek, honnan jön az angol szó, mert nem a coming, mert az mégsem a ling a végén. De hát ez abból alakult ki, szerintem valamelyik nap is volt ilyen, amit rájöttem, hogy honnan alakult ki a szó, de azt már elfelejtettem, hogy mi legközelebb már fel fogom írni. De ez szerintem úgy van, hogy come mingling, hogy gyere mingling, kínaira, nekem aztán tök mindegy, hogy ming vagy ling vagy, gyertek be a lakásba, hogy meghívta a kínai vendégeket, és akkor come mingling. Tehát ezért összemosom nekem aztán mindegy. Jó, van, szerintem minden lehet a szónak az eredete, nem is ez a lényeg, és akkor mondja, ja, hát itt nem ezt itt hoztam, de mindegy, ezt hagyjuk is, aztán. Már szerint itt is voltak, amikor megugrottak, mikor a bitcoinra csökkent az ára, és előtte a tőzsdéken megnőtt a tőzsdéken a kriptónak a mennyisége, hogy talán itt volt, hogy hát lehet, hogy ezt is gyanítani, hogy bevásároltak utána, hogy el tudják adni, le tudják szakítani az egész piacot, azt mondja, hogy... És akkor mondja, jaj, próbálja itt nyomni a stabil kriptós hülyeségét, ő is, Gary Gensler, jaj, majd így, meg úgy, meg stb., mert hogy a három legnagyobb stabil kriptó cég, a Tether mögött álló Bitfinex, az USDC mögött álló Circle és a Binance USD mögött álló Binance, hogy azt mondja, hogy ez nem véletlen, hogy ezek mögött tőzsdék állnak, és akkor... Ez mind tőzsde, és akkor nekik az a jó, hogyha kereskedés megy. És azt hazudja, hogy valószínűleg itt pénzmosás van, meg ilyenek. Hát pont stabil kriptóban ne viccelj már, ami tegnap is $1 volt, meg ma is $1, abban hogy a jó Istenbe tudnának pénzt mosni, nem tudom, hülyeségeket beszél már ő is itt össze-vissza. Próbálják minden, hogy a Terra Lunát, ugyebár merénylet után próbálnak minden hülyeségnek lehordani, a stabil kriptókat próbálják, ha nem káromkodni annyira, néha sokat szarozok. Azt mondja, hogy a... Igen, szabályozni kéne a stabil kriptókat, hát már rohadtul nem ártana meg az egész kriptoszektort, mert hogy veszélyt jelentenek a fosztogató pénzügyi rendszerre. És a központi bank is, meg mindenki mondja, hogy azzal próbálnak rémizgetni, hogy a stabil kriptókat, jaj, mert mindenki kiveszi a pénzét, összeomlik az egész, de hát ez nem így van, mert stabil kriptók azok stabil kriptók, a Tether meg az USDC. Ezt azért jelöltem ki, hogy ezek nem algoritmikus stabil kriptók, de aztán utána meg írták is, mert hogy az algoritmikus stabil kriptó, a Terra USD, az összeomlott a fenébe. Beszakadt, aztán már megszűnt az egész, már letörölték a Coinbase-ről, a Binance-ről is, meg ilyesmi. A egész Terra Lunát. Jó. Azt mondja, hogy a spanyol központi banknak a kormányzója azt mondja, hogy szabályozni kéne a DeFi meg a kriptopiacokat. Hát nem ártana. És akkor mondja, hogy annak ellenére, hogy fenomenális szintű növekedés van a kriptotérben, ez még mindig csak az 1%-át teszi ki a világ teljes pénzügyi vagyontárgyainak. Hát egy ezrelékét, mert azért ott a kvadrilliós léptékekben vagyunk, ha a derivatívákat is hozzáveszik a világ összes pénzéhez. Ha a derivatívákat nem veszik hozzá, akkor valahogy egy olyan
Hát 500 millió, 800 millió, vagy trillió, 500 trillió, 800 trillió, nem emlékszek már ki van ez is száma, vagy mennyit érhet egy bitcoin, abban a videóban megtaláljátok, mennyi a világon lévő összes vagyon, de hát csak a derivatívák, a papír alapján fogadunk valamire, az kitesz még 1000 trillió dollárt. Az egész ingatlan piac a világon ilyen 250 trillió, 300 trillió körül lehet. Na most a papír alapú fogadunk valamire, az négyszer akkora, mint a világon az összes ingatlan. Azt mondja, hogy igen, és a bankok is szarul fognak. Ja, a bankok se nagyon, még olyan sokan, még csak 1% még olyan sokan nem fektettek kriptóba. Ha a te világ összes pénzét nézzük, hát inkább 0,1%, ha úgy veszük. És akkor... De mondják, hogy tudjuk, hogy ezek a piacok, ezek irgalmatlan gyorsan meg tudnak növekedni. Ami rizikót jelent a fosztogató pénzügyi rendszerre, meg az egy privát bankokra úgy összességében. És a központi bank kormányzója azt javasolja, hogy meg kell találni az egyensúlyt, hogy üdvözöljék ezeket a technológiákat, ami miközben a rizikókat is megszüntetik. Kritizálja a kriptót meg a DeFi-t, mert azt mondja, hogy jaj, hatalmas mozgások vannak, ármozgások a kriptotérben. Hát akkor a hagyományos tőzsdén most mi van már, az is ugyanígy tart. 40-60-80%-os szakadások a hagyományos tőzsdén, most már nem lehet ilyet mondani, hogy csak a kriptotér a volatilis. Tovább a Terra, jaj, Terra, jó, beszélgett a Terra, próbáltak utolsó vergődések, majd így, meg úgy, majd a, jaj, hoztak ilyen 100 milliókat, meg ilyen semmi pénzeket, nem tudom, billiók mellett, ami volt benne, hogy majd így variálnak, meg úgy variálnak, meg átírják, meg így kód, meg új patch, meg frissítés, meg marhaság, semmire. Vége van az egésznek, már letörölték a Binance-ről is. Tovább a Zcash viszont... Igen, ja, ez legyen így. A legfrissebb szoftvere azt támogatni fog. A történelem legnagyobb fejlesztése lesz a Zcash-en, azt írják, ez privát kriptó, a legnagyobb privát kriptó, titkos tranzakciós kriptó, úgyhogy ez azért nagyon szürkével, mert ezzel nagyon vigyázni, mert hát amíg, ha kell, akkor jó arra is, ha valaki titkolni akarja, hogy mire mit költ, vagy ilyesmi. De egyébként ezt a kormányok ezeket úgy be fogják tiltani, mint az állat, háttérbe lehet, hogy életben maradnak majd, de hivatalosan nem lehet majd egyik tőzsdén se kereskedni hosszú távon velük, szerintem se. És azt mondják, hogy amit beépítettek, olyan hatékony dolgokat, hogy először a történelembe privát módon lehet mobiltelefonon is lehet majd átutalni kriptót, ráadásul privát titkos módon. És igen, és még skálázni is fogják tudni majd blokkláncok közt is, privát kapcsolatokat fognak tudni létesíteni, és még skálázható is, ami azért nagy szó itt a mai világban a kriptotérben, az a legnehezebb, ugye az Ethereum azzal küzdik már évek óta, hogy nem bírja skálázni magát. Tovább a hongkongi rendőrség letartóztatott egy embert, aki ellopott 191 ezer dollár értékbe kriptót egy kereskedőtől, 10 év börtönre fogják ítélni, és azt mondták, hogy utalját itt a pénzeket neki egy elektronikus pénztárcára, aztán mondta, hogy ki kell mennie beszélni a vezetőséggel, aztán fogja kilépett a szobából, valószínű elhagyta az egész épületet a hátsó ajtó, megpattant, de mielőtt eltűnt, még bezárta azokat, akik ott voltak a boltba. Aztán miután rájöttek, hogy átverték őket, felhívták a rendőrséget. De miért akar valaki fizikailag személyesen embertől venni kriptót? Hát ott van a telefonon, rá kell nyomni, azt megvettem. Nem az utca szélén, a híd alatt veszek valakitől kriptót, mert azt csak le akar fosztani, atya úristen. Jó, tovább. Jaj, a OneCoin-nak a kriptó királynője, Ruja Ignacsova. Európai legközelebb listára felkerült, az Europol már körözi, de hát jó, ezt már megkéselték az arabok már évek ezelőtt. Eltűnt majdnem 5 évvel ezelőtt, miután a piramis játék a több billió dollárt fosztott le mindenhol a világba, 13 billió, több mint 13 billió dollárt lopott le, régebbi cikkekben már volt, hogy főképp arabok fektettek be, úgyhogy azok szerintem a karma az működik, úgyhogy ő már valahol a örösz vadászmezőkön döglődik, ez a büdös asszony, aki lefosztotta a világot. És most kemény 5000 dollárt ajánlanak bármilyen információért. 13, több mint 13 billiót lopott el mindenkitől, az 5000 dollárra azért mondjanak róla infókat. De senki nem fog tudni semmit mondani róla, hát ez már
Ennyi volt az asszonynak szerintem. Meg is érdemelte. Oké, azt mondja, hogy ennyi volt a mai hírekben. Nézzük is halad tovább a piaci áttekintéssel, mennyire nő, nem nő, hol tart most az egész világ piac, meg a kriptók. Jövök mindjárt azzal, addig is, sziasztok!